Szia! A ganás burgolást fogom most megmutatni. Ez egy tejcsokoládé ganás. Mikróban a csokoládét és a habtejszínt összemelegítettem, krémesre kevertem és hagytam egy picit hűlni, hogy könnyebb legyen vele dolgozni, mert ha nagyon folyik, ugye akkor lecsöpög a tortáról. Vigyük fel az első réteget. Ugye ez egy vékonyabb réteg. Jusson mindenhová, és utána húzzuk le egy simítóval. A simítóról szedjük le a lehúzott ganást. Itt még semmi komoly dologra nem kell figyelni, csak egyszerűen húzzuk le a fölösleget. Fönn a torta tetején húzzuk be középre a felgyűrődött ganást, és mehet is a hűtőbe. Ugye 5-10 perceket pihen, mert hogy a csokoládé a hidegben ugye meg fog termedni, és akkor így sokkal könnyebb lesz burkolni. Én szeretem már ilyenkor is egyébként behúzni középre a felgyűrődött csokoládét, mert hogy teljesen random méretben gyűrődik fel oldalra a lesimítás során a csoki. Hát ezt le is lehet vágni, amikor a tetejét kezdjük el burkolni, vagy pedig olyan vastagságban kell leburkolnunk a tetejét, amikor a felgyűrődtek. Úgyhogy nekem egyszerűbb így, hogy még viszonylag melegen és kenhetően behúzom a torta közepére. Ez nem egy őrült mennyiség. Egyáltalán nem fog gondot okozni, és akkor hát így burkoljuk végig a tortát. Ugye az első réteg után már egy vaskosabb réteg ganás kerül rá, ugye mindig lesimítjuk a felső részeket, amik felgyűrődtek, azt középre besimítjuk, és ugye mindig hűtjük, 5-10 perc bőven elég, mert addig meg tud keményedni a csokoládé annyira, hogy a következő réteg gyönyörű szépen rátapadjon, és ne okozzon semmiféle gondot. Általában a második burkolás után már csak hibajavítás van, tehát ahol esetleg van egy kis rész, amit nem fedett be teljesen a ganás, azt oda kenünk. Ez általában egyébként alul szokott lenni leginkább, valamiért onnan jobban felkapja, vagy nem úgy sikerül lesimítani, nekem majdnem mindig alul van javítandó rész, de persze fönt is nézzük meg, mert hogy ganással aztán tényleg tökéletes sarkos éleket tudunk készíteni, úgyhogy ha már veszük a fáradtságot és szépre készítjük, akkor ne legyenek már kis hibák benne, mert hogy tényleg nagyon könnyű vele dolgozni. Úgyhogy semmi másról nem szól a folyamat, mint sem burkol, simít, hűt, burkol, simít, hűt. Ennyi a ganás burkolás, és ezt addig kell folytatni, amíg tökéletes végeredményünk nem lesz. Ez egy elég hosszadalmas folyamat, cserébe viszont tökéletes lesz a torta. Én kezdőknek is nagyon sokszor javaslom a ganással való burkolást, mert hogy elképesztő könnyű, és amikor oldalt már tökéletes, akkor jöhet a teteje a tortának. Én ide egy picit jobban meg szoktam olvasztani a ganást, mert sokkal könnyebb így elkenni. Ha menet közben, burkolás közben bekötne a ganást, mert hogy be fog kötni, hogyha túl sokáig szöttyögünk vele, akkor mikróban meg lehet melegíteni, de több etapban, tehát nem az a cél, hogy folyékony legyen teljesen, mert akkor nehéz vele dolgozni, de egy kicsit puhább legyen. Ugye ellenben a tetejére viszont jó, hogyha kicsit folyékonyabb, mert hogy sokkal-sokkal könnyebb vele dolgozni. Én kis spatulával szoktam elsimítani első körben, és ugye az oldalát itt is fölhúzzuk, behúzzuk középre. Oldalról is igazítjuk.
Úgyhogy hajrá! Hajrá, mert nagyon-nagyon hálás. Nagyon könnyű vele dolgozni. Gyönyörűen egyben tartja a tortát, mert hogy csokoládé, és ugye a hűtőben az keményre fog teljes mértékben dermedni, nyáron pedig igazi mentő a csokoládé, mert sokkal lassabban engedi ki a bent lévő hőfokot, mint akár egy vajkrém, nem olvad olyan gyorsan. Tehát tisztítsuk le a tálcát, egy kaparóval a nagyját, és utána pedig kis papírtörlővel az oldalát, és akkor így gyönyörű szép tiszta munkát végeztünk.